Üdv mindenkinek! A mai videóban folytatni fogom a Fugert MÁV kocsiknak a szemlézését, és most a távolsági személykocsik után az elővárosi személykocsikkal fogom folytatni a videót. Az elővárosi személykocsikból nincs annyi típus, mint a távolságiakból, itt ugye gyakorlatilag a vezérlőkocsi és a BHV kocsi az, ami elkészült. Ezek ugye két különböző formát takarnak. Kezdjük is a BHV kocsival. Először 92-ben jelent meg tudomásom szerint a BHV, mégpedig a 499-es pályaszámú kocsival, aminek az újabbakhoz képest annyi volt a különbsége, hogy a végén nem ez a behúzott vég volt, hanem a BY kocsiknál megszokott ilyen kis legömböített, kerekített vég. Érdekesség, hogy tényleg létezett egy 499-es pályaszámú BHV kocsi, ami ugyanígy nézett ki. Hát öröm az ürömbe, hogy annak a kocsinak meg itt a középfeljáró ajtajai máshogy néztek ki, mint a BHV kocsiknál, tehát az se volt teljesen pontos. 95-ben jelentek meg ezek a ma is látható formájú BHV kocsik a behúzott kocsi végekkel, illetve ekkor jelent meg egy évre rá, 96-ba a BDT 100-as pályaszámú, a csörgős vezérlő kocsi. Nem tudom, hogy pont a 106-os volt-e, vagy valamelyik másik, de a csörgős vezérlő volt az első, ami megjelent. Ugye ez nagyban hasonlít a BDH kocsira, annyi a különbsége, hogy itt a végén ide a kis vezérlő kocsinak megfelelő kis vezérlő fülke került kialakításra. Minden másban egyébként teljesen azonosak ezek a kocsik is. Ugye behúzott vége van ezen az oldalon, és hát az alváz az szintén ugyanaz, mint az összes többi másik kocsinál, tehát itt sem figyeltek arra, hogy a vezérlő kocsinak másik az alváz berendezése, máshogy néznek ki ezek a dolgok. Illetve ugye ezen már egy pos forgóváz van, de az eredeti forgóvázra felkerültek ide ezek a kis lépcsők, illetve az elejére ez a kis pályakotró imitáció. Hát annyi, hogy az elején sajnos itt látszik is ezen a kocsin, itt nincsenek se a csavarkapot, se a légvezetékek nincsenek kialakítva, ez simán a kis ütköző fröccsöntött műanyag darab, ami a másik végén is van a kocsinak, ez csak így oda van téve. Ugye a behúzott kis BHV kocsik, amit a kezembe tartok, ez a 136-os pályaszámú kocsi, ez hát ez volt az utolsó, amit a Fugert még így valahogy kiadott, ugye ezt mondtam az előző videóban, hogy ezt ilyen 2017-2018 körül vettem valamikor. Ez volt az utolsó ilyen gyári festésű, gyári összerakású Fugert kocsi, ami kijött. Nagyon sokáig az a 387-es pályaszámú kocsi volt, illetve a 499-es volt így elérhető a mávos járművekből. Ugye ennél a kocsinál is nagyon hasonló a maga a forma, mint a BDH kocsinál. Ami eltérés, az itt ugye az ablakok, a kocsi végnek a behúzása, itt a feljáró ajtók, feljáró résznél ugye lent, itt ha megnézzük, ez teljesen síkban van ez a kis nyúlvány, az igazi kocsin ez egy kicsit befele hajlik. Illetve a feljárónál itt az ajtók környéke az, ami, hát ugye, hogyha megnézzük megint azt a képet, amit csináltam, látszik az, hogy ez nem teljesen pontos kialakítású. Ami még érdekesség, ugye a BHV kocsiknál az ablak méretek, itt is ugyanaz a helyzet, mint a BDH kocsinál, nem jó. Tehát, hogy itt, ha mellé tesszük az igazi kocsit, és hogyha mellé tesszük azt, amit itt az egyik modellező társunk kihozott belőle, látszik az, hogy egy utólagos feljavítása, ami nyilván munkás, azért mennyivel másabb jellege lenne a kocsinak, vagy van a kocsinak, mint a gyári kialakítású Fuggertnek. A
A kocsi végek szerintem, hát itt ez a kis behúzott része, ez egész tűrhetően sikerült. Tetőivel sincs nekem feltétlenül problémám, viszonylag jó hozza az eredetit. Annyi talán, hogy látszik itt a fröccsöntő szerszám betéteknek a találkozásánál az, hogy hát itt azért van egy ilyen kis, nem is azt mondom sorja, hanem az illesztés egyszerűen itt látszik. Ez nem túl szép, ezért is nem lehet rendesen megfesteni itt a tetővonalát, ugye ennek a végéig kéne szürkének lennie elvileg. A tetőn ugye 4 darab kis fröccsöntött szellőző található, az újabbakon már például a Quabla kiadású kocsikon ott fölrakják és úgy festik le az egész tetőt. A régebbi kocsikhoz ugye külön volt egy ilyen kis mellékelt zacsiba ez a tető szellőző, és akkor ezt nekünk kellett beragasztani. Ugyanúgy, ahogy a különböző kis korlátokat, és akkor most itt beszélek a korlátokról. Az előző videóban is ugye említettem, hogy hát a gyári korlátok azok eléggé mondjuk úgy korlátoltak, illetve nem túl szépek. Na most ezeknek a lecserélésére többféle mód is létezik. Az egyik az, hogy veszünk valamilyen az itt láthatóhoz hasonló, ez azt hiszem, hogy mikromodell gyártmányú ilyen kis, nem is tudom, műgyanta, vagy 3D nyomat, vagy valami így ilyen átlátszó anyagú kis valami, ezt mi szépen lefesthetjük, és akkor fölrakhatjuk, hát jobban néz ki, mint a gyári. Egyetlen egy nagy hátrányuk van, hogy nagyon könnyen saját maguktól is így el tudnak deformálódni, tehát nem a legtartósabb, meg nem a legszebb megoldás. Ugye itt látszik, hogy a gyári az ilyen kis egybe fröccsöntött anyagába színezett műanyag, ugye mennyivel jobban néz ki ez a teljesen korrekt RAL színezésű sárga, amit már én festettem. A másik megoldás pedig az, hogy fémhúzalból, megfelelő méretűből hajlítunk megfelelő hosszúságú kis kapaszkodót, és azt szereljük föl. Ennél a kocsinál én így tettem, ezek ilyen kis, hát nem is tudom, milyen vastagságú kis fémhúzalból készültek. Szépen meghajtogattam a két végét, lefestettem feketére ugye a kapaszkodó alját meg a tetejét, és ez azért egy masszívabb megoldás, és talán egy picit strapabíróbb, mint az a mikromodelles ilyen műanyag. A kocsik feliratozása azért szintén változott az évek során. Igazándiból ugye a legvégső minta az ez, az a 136-os kocsinak a feliratai. Itt már szépen ugye az előbb összetaperoltam a kis kezemmel, de neki egész korrektül sikerült szerintem itt már a feliratozása. Ugye ez nem a Quabla féle szerintem, hanem ez a gyári fugert, nem tudom, neki ki csinálja a feliratokat, de ez már elég korrekt. Illetve én itt bátorkodtam kihúzni fehérrel a lépcsők széleit is. Egy picit feldobandó a kis fekete egyszínű alvázat. A régebbi kocsiknál is ugye megnézzük ezt a vezérlő kocsit. Itt már kapott némi antikolás, de azért látszik, hogy ennek is azért egész tűrhető a feliratozási minősége. Ő ugye egy 99-2000 vagy valami ilyesmi volt a beszerzési dátuma, tehát akkor is már egész jól meg tudták ezt oldani. Illetve itt én szintén ugye kihúzogattam a feljárókat, meg például megfestettem itt ezt a kis elektromos dobozkát, hogy jobban nézzen ki. A vezérlő kocsiknál ugye, ami még probléma szokott lenni, itt ugye ez az eleje, itt ez a kapaszkodó, ez láthatjuk, hogy egy ilyen fém szál, egy ilyen fém hajlított valami. Ennek elvileg olyan színnek kéne lennie, mint a kocsinak a színe. Hát nagyon nehéz ezt eltalálni, hogyha előre kevelt ralszín helyes festéket is használunk, sok esetben azért eltérhet a kettő színe, úgyhogy az nem nagyon lesz azonos ebbe az esetbe. Ezeknél a kocsiknál is ugye látszik, hogy posforgóváz van már felszerelve mindegyiken. Ez a kaláka forgóváz, ez nekem nagyon bevált. Igazándiból ugye az 1BY kivételével mindegyik fugert kocsim alatt már
Ezek találhatóak, nagyon jó üzemi tapasztalataim vannak velük, be lehet szerelni beléjük áramszedést is, ugye itt a vezérlőkocsinál látszik, és nagyon szépen tudnak működni. Arra kell figyelni, én arra figyelek, hogy vásárlás után egy-egy nagyon pici csepp kis mozdonyolajat a tengelyek végeire teszek, hogy ugye azért csak mégis egy műgyanta anyagból van, segítse egy kicsit ott a kenést. Ami másik dolog ugye itt a vezérlőkocsinak a végénél, hát ugye nem egy egyszerű dolog ezt megcsinálni, ugye a lámpák az igazi vezérlőkocsin, azok gyakorlatilag egy ilyen kis különálló valamik, itt meg ugye bele vannak sűjeszve így a homlokfalba. Ugye ez azért is van, hogy belül ki lehessen alakítani a fényvezetőket. Illetve amit én még észrevettem, hogy magának a kocsinak az ablak mérete az nem feltétlenül teljesen pontos. Illetve valahogy az elrendezése is egy picit olyan határeset hozza azt a feelinget, hogy igen, ez egy ilyen vezérlőkocsi, de itt is én azt nézegettem, hogy az eredetivel összehasonlítva azért jelentősen egyszerűsítettebb forma az, ami a kis vezérlőkocsinál kiképzésre került. Ugye itt fönt is elvileg kéne lenni egy ilyen kis rácsnak, például a kürtök felett, illetve ez a felső fényszóró nekem így mindig szemet szúr, hogy vagy a mérete, vagy a formája valahogy nem az igazi. Ugye ezekben a kocsikban is gyárilag nincs belső berendezés, én tettem beléjük mindegyikbe, most ebben a vezérlőben pont egy ilyen kis piros színű van, ami azért érdekes, mert nem is tudom melyik csörgős vezérlőbe, de ugyanilyen piros húzatos ülések vannak. A BHV-kba is teszegettem mindegyikbe belsőt, hát vegyesen valamelyikbe a Vulcan modell van, valamelyikbe a Zemoki féle belső berendezés van, hát éppen amelyikből volt készletem, azt igyekeztem használni. A vezérlőkocsiban egyébként én szereltem digitális világításpanelt is, de azt hiszem egy Digitools panel van, és van benne külön kapcsolható utastérvilágítás, itt középen a kis folyosók, illetve ez a kis feljáró résznél van egy külön világítás, illetve itt a vezetőfülkének is van egy külön kapcsolható világítása, továbbá a homlokfényei is működnek, hát előre a 3 darab fehér színű fényt tudtam fölvarázsolni, hátramenetben ugye jellemzően zárt tárcsát szoktak ezekre a kocsikra tenni, illetve némely esetben valamelyik talán itt a ezen oldali, ahova mutatok, ide a lámpa elé egy ilyen kis vörös átlátszó műanyaglapot, és akkor ott az vörösen világít, de ilyet nagyon-nagyon régóta én nem láttam, úgyhogy ha húzott üzemmódban megy a kocsi, akkor egyszerűen le van kapcsolva a világítása. Ez a vezérlőkocsi, ez a kis csörgőmmel van összeházasítva, tehát úgy van fölprogramozva, hogy vele van egy darab ilyen szerelvény címen, és akkor úgy van megoldva, hogy amikor a csörgő előre megy, akkor neki nem világítanak a lámpái, amikor a csörgő pedig ugye tolja a szerelvényt, akkor itt a csörgőnél hátul a két zárfény világít, ezen az oldalon nem világít semmi, és akkor a vezérlőkocsi az, ami ugye világít. A másik szerelvény pedig a V43-assal van összeházasítva, a 1341-es mozdonnyal, az is ugye hasonlóan antikolva van, mint ez a kocsi, illetve hogyha megnézzük, ugye itt a másik BHV-val fixre össze van kötve, ezzel a Pico merev kuplunggal üzembiztosabb kapcsolatot biztosít, mint a Rokónak a kis fecskefarkasa, főleg ugye emelkedőknél, meg ilyen-olyan helyzetben, illetve ugye ezeket nem nagyon szoktam megbontani. Itt a maradék két BHV az sima kapcsolóval van, mert őket azért így bele szoktam rakni néha más személyvonatba, gyorsvonatba is.
A BHV kocsik között még ugye egy érdekesség ez a, amit most éppen a kezemben tartok. Ezt a kocsit ezt én raktam össze ilyen építőkészletes alapanyagból, ami azt jelenti, hogy ugye egy ilyen festetlen kaszni darabokban minden kis kiegészítővel, és akkor ezt én szépen lefestettem, kimaszkoltam, és összeépítgettem itt erre a képen látható végső állapotra. Igazándiból egy ilyen saját építésű kis kocsi. Szerettem volna egy másik pályaszámú járművet is, mind ugye amik vannak, és akkor ő lett a 093-as pályaszámú jármű. Ő egyébként vizes matricával van feliratozva, egész szépen néz ki ez a Szabirolinak a matricái. Hát gyakorlatilag nem is nagyon látszik az így a lakkozás után, hogy ez matrica, nagyon szép ilyen vékony, hártyaszerű vizes matricákat csinált. És akkor ez egy ilyen kis saját építésű kocsi. És akkor jöjjön az, amit mondtam, hogy ugye a kis érdekesség, ez a fönti kocsi, ez a 375-ös BHV. Ez a 375-ös vezérlőkocsi. És hát őt még nem is tudom, 99-ben vagy 2000-ben vettem talán. És ez az, amit említettem, ez a világosabb színű kocsi szériából származik, amit hát sokat gondolkodtam rajta, hogy mit csináljak vele, meg hogy oldjam meg ezt a dolgot, és végül az lett a megoldás, hogy ugye ezeket a kocsikat a valóságban eléggé megszívja a nap pár éven belül, és egy modellező társunkat, aki koszolással és antikolással foglalkozik, megkértem, hogy ezt a kocsit ezt antikolja meg a hozzátartozó BHV kocsival együtt, és ez lett a végeredmény. Richard Dani egyébként az ő kezemunkája ez a kocsi, szerintem abszolút etalon minőségbe sikerült leképeznie azt az érzést, meg azt a kinézetet, ami egy ilyen BHV, BDT-s inga szerelvényhez hozzátartozik. Ugye még nem csináltam meg hozzá a kapaszkodókat, azokat majd újra kell hajtogatni, illetve a forgóváz is ugye ki lett alatta cserélve a Porsche modellre, és ő még nyers, őt majd én fogom egy picit megrozsdásítani, óvatosan ügyelve arra, hogy a kocsi többi része az nehogy véletlenül kapjon. Úgyhogy így egész hangulatos lett ez a kocsi szerintem, hibáit meg minden egyéb dolgait leszámítva, nagyon jól hozza a feelinget, illetve hogyha megnézitek ide, előre én szereltem csavarkapcsot és két darab féktömlőt is, úgyhogy hát ebből a szempontból is egy picit jobban néz ki. Hát ezt a kürtöt, ezt majd itt valamivel meg fogom javítani, mert kicsit ő is sérülhetett itt az utóbbi sok kimegbepakolásba. Úgyhogy így néz ki, igazi sittes BHV-s inga szerelvény egyik kocsia, a vezérlő. Ugye ugyanúgy néz ki egyébként a hozzátartozó BHV is. Úgyhogy így a BHV és a BDT kocsikról nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Ugye természetesen tudom, hogy vannak még a gyeseves kocsik, meg vannak a különböző fantázia festésű egyéb járművek, illetve ugye van a vezérlőkből görög, ami nem fantázia festésű, a görög kis vezérlőkocsi, amit annak idején ugye a Ganza csörgők mellé adott el a görög vasutaknak. Illetve ugye még van az AX meg a BX ilyen kis motorvonati MD-mot mellékkocsi. Továbbá még hát láttam ilyen fugert kocsikat DRS festésben, láttam őket különböző másik ilyen fantázia feliratokkal festéssel, például ilyen vezérlőkocsiból van ilyen, hát nem is tudom, ilyen, mintha mérővonati kocsi lenne, ilyen piros színű, nem tudom, hogy ezeknek mennyi valósághoz való köze van, gyanítom, hogy így semmi, illetve talán még a gyesev zöld-sárga vezérlő is van, amit csinált a Fugert, ugye a
zöld-sárga fantázia festésű M41-eshez, hát azok sincsenek. Most próbáltam elsősorban ezekre a MÁV járművekre koncentrálni, amik tényleg egy létező kocsinak a kis leképezései. Ugye ugyanazt el tudom itt is mondani, mint a távolsági személykocsiknál, hogy ha helyén kezeljük ezeket a járműveket, akkor azért egész jól megférnek itt azért a szebben kidolgozott modellek mellett is. Sajnos ugye nekik nagyon fölment az áruk, olyat, mint ez a két középen látható kocsi, hogy a 6500-ért vettem a BHV-t, és 8500-ért talán a BDT-t. Ilyen már nagyon nem lesz. Jellemzően ilyen 18-20 ezer forint környékén szoktak ezek újonnan is menni. Használtan is nagyon változó ugye az áruk, hát azt mindenkinek el kell döntenie, hogy ez belefér-e. Sajnos ugyanaz a helyzet, mint a távolsági kocsiknál is, hogy ezekből a járművekből egyszerűen nincs alternatíva. Tehát, hogyha egy ilyen szerelvényt szeretnénk kiállítani, egy ilyen vonatot szeretnénk összerakni, akkor gyakorlatilag csak ezek a kocsik vannak, és velük kell beérnünk. Igazándiból egy kis frizírozással, egy kis tuninggal, belső berendezéssel, forgóvázakkal, szebb kapaszkodókkal egész tűrhetővé lehet őket feljavítani, de ne várjuk, hogy olyan minőségűek legyenek, mint mondjuk egy Acme kafkocsi, vagy egy Brava Halberstadt, mert hát azért nagyon nem az a kategória ez a jármű. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ennyi lett volna így a Fugert elővárosi kocsiknak a bemutatása. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!